Nos hát sziasztok srácok, én Milán vagyok. Ez itt egy következő videó lesz a csatornán. Ebben a videóban szintén egy módszert fogok megmutatni, és ezzel a módszerrel akár szint úgy ingyen skinhez juthattok a Counter-Strike Global Offensive-ben. Ismert oldalon lesz, szerintem legalábbis ismert. Ez pedig nem más lesz, mint a hellkéz.com. Nos srácok, akkor még itt a videó elején szeretném mondani, hogyha az oldalon szeretnétek egy jó kis kezdő összeget, amiből akár már egy ládát is tudtok nyitni, akkor a videóban is megmutatott módon a jobb felső sarokban lévő zöld pluszjelnél adjátok meg az én kódomat, ami a MilanKingPöpö. Ezért igazából mindkettőnknek csak jót tesztek, ti 30 centet kaptok teljesen ingyen, amiből akár ládát is tudtok venni, illetve akár két betölözni is tudtok, a végeredmény ugyanaz lesz, kaptok egy kis skint, amivel már a ti dolgotok, hogy mit csináltok. És ha valakit esetleg érdekelni, én pedig a ti elköltött dollárotoknak az 1%-át kapom meg, ami egy telibe. Azaz nem kell nagy dologra gondolni, de hogyha ti mondjuk Tehát, hogyha ti most elköltetek 30 centet az oldalon, akkor én kapok 0,3-ot, ami nem túl sok. De hogyha mondjuk, mit tudom én, 5 emberbe aktiválja már, akkor én már boldog vagyok. Igazából ez a mindkettőnknek jó. Na jó, van, nem húzom tovább az időtöket. Köszi, puszi. Nos, ez a hellkéz.com a PvP-ról, ami az előző videóban lett bemutatva, ellentétben. Ez egy gambling oldal. Láda nyitogatós, tehát amik lehetőségek vannak, mutatom. Lehet ládákat nyitni, amik elég jól össze vannak, akkor egyébként rengeteg láda van. Tehát lehet ilyeneket nyitni, vannak különböző nyereményjátékok az oldalon. Van prémium vásárlásra is lehetőség, amit most nem olvasok, hogy mikre jó, de érdekel, akkor valakit érdekel, akkor olvassa majd. Vannak különböző események. Például most ez a legújabb, ez a Half-Life Alyx, vagy nem tudom, bocsánat, hogy kell mondani. És itt, hogyha rámenk, hogy detailed info, akkor itt vannak, hogy miket látsz, hogyan. Például collecting tokens, egyébként mostani event az annyi, hogy van egy ilyen kis wheel, egy ilyen kis szerencsekerék, ez az, amit látjátok. És igazából ilyen tokenből, amit úgy tudtak szerezni, hogyha megadott ládákat nyitjátok, befizettek, és akkor 5 pörgetés lesz, és ha egyiket elhozzátok, egy random fegyvert kipörget, azután pedig egy random embert kipörget, és elhozzátok, akkor tiétek. Ami alapvetően szerintem tök jó dolog egyébként. Mert nem külön pénzbe kerül, hanem ha kaptok, vesztek rá, de hát ugye megkapjátok azt, amit kaptok, pluszban még kaphattok ilyet is, és abból tudjátok ezt venni. De ez egy plusz dolog. Ugye azután van ez a case battle, ez hát számomra még új, amúgy nem. Annyira, más számomra, de számomra még új volt, mert amikor régebben gemblinkeztem, ilyen még nem volt. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy a megadott játékos szám, amit az indító dönt el, megküzd még pedig abban, hogy mondom, 4 a max, nem 4 a max, de igazából most a játékos, tehát az éppen a játékot űző emberek közül mind a 4 ugyanazt a ládát fogja nyitni, és aki a legnagyobbat nyitja, az viszi az összeset. Ez ugyanígy van 2 embernél, illetve 4 embernél is. Igen. Van itt upgrade-re is lehetőség, ami elég OP. Tud lenni, de nagyon nagyokat is lehet bukni. Gyakorlatilag, hogyha valaki nem tudná, ez azt jelenti. Például ide jövök, hogy money. Mi? Ja, hogy igen, ilyet nem lehet, jó. Már ahhoz fel kéne tölteni, na mindegy, igazából beraksz pénzt, vagy itemet ide. Tehát itt lesz, na, hogyha az oldalon lenne itemed, akkor itt be tudnád tenni. És akkor itt, mit tudom én, itt lesz még egy másik item, ami is drágább. Hát nem azt mondom, hogy sokkal, de mit tudom én, egy dollárból mondjuk itt lesz 1,4, gondolom így fog kezdődni olyan 70%-tól egészen 0, valameddig lemehetsz, és ezt teremtöd el. Tehát mondjuk te azt mondod, hogy van egy dollár, ott te akarsz 1,4-et csinálni, itt beírod, hogy 1,4, rárakod, és akkor az itt elkezd pörögni, és vagy boldja, vagy nem. Ezt ki kell próbálni, mert is úgy nehéz elmondani. Hát ugye hallhattátok, de azért elmondom még egyszer, hogy ezt el is felejtettem mondani, hogy ez nem egy szponzorált videó, vagy ilyesmi.
Csak láttam, hogy érdekelt titeket ez a téma, ezért gondoltam, elmutatom ezt is már, hogyha egy kicsit türelmesek vagytok, abban, akkor ebből is ki lehet szedni ilyen akár Euroskineket is. De ha türelemtől függően centeket lehet kiszedni leginkább, viszont hogyha egy kicsit szerencsések vagytok, akkor eurókat is ki lehet szedni teljesen ingyen. Itt ugye ez úgy működik, mint alapcsékóba beraksz valamennyi skint, aztán kiírja, hogy mi a legkevesebb, amit kaphatsz, és mi a legtöbb között, de ezt annyira nem ajánlom, mert kevésszer adja be. Ugye ez a Will, ezt már mondtam. Ugye, hogyha az én kódomat használtok, ami ez a Milanking PvP, akkor itt, ahogy ti is láthatjátok, ez igazából most nyilván nem emberi, én vagyok is kapatázni, ezt nem vagyok nem adatban. Ők azért azért szerintem, hogy itt a 30 szentet, és mindjárt az, hogy nagyon hatatosan lát, vagy hát igazából más nem tudtok lát, ez a pénz szentet is állapotok, szóval kell kézzel tudtok már látni. Ez a 30 szentet, én vagyok a tiátoktok elkozik, hogy 100 játokonak. Amiért, és már nézem a sokkal, én vagyok a 100 játokot, itt a 30 szentet, itt a 30 szentet, hogy 30 szentet, akkor meg 100 szentet. Ő az. Ja, tehát igen, ennyi. Ennyi, és ugye, ami meg itt el akartam mondani, csak meg gyorsan előtt elmondtam, hogyha beleírjátok azt a nevetekbe, hogy helkész.com, vagy pedig az egyenlegeteket az oldalon legalább 2 dollárra fölviszitek, ugye úgy, hogy feltöltetek, akkor minden nap meg tudjátok pörgetni ezt a szerencsekereket. Nos, ez azért jó az oldal, és azért nem csináltam még más oldalról, ugye, mert most minden oldalra felmehetnék, ami gambling, és ami kicsit ismertebb, és mondhatnám, hogy ez most megéri, srácok, itt tudtak skint kivenni, gyertek föl, kaptok, mit tudom én, 30 centet, nyittok egy ládát, nem tudjátok kivenni, mert általában nem tudjátok, de aki is tudjátok, azt kiveszitek, azt ennyi volt. Kaptok egy 10 centet skint. De nem, mert ezen az oldalon tényleg írjátok bele, lehet, hogy a szánalom, bár nem hinném, de írjátok bele helkész.com a nevetekbe, és minden nap meg tudjátok pörgetni, és hát itt, mint látjátok, én 3-at pörgettem eddig az oldalon, és 20 centtel kezdtem be, azután 2-4, de... Tehát azért mondtam azt a videó elején, hogy türelemtől függ, tehát most te minden nap kipörgetsz 2 centet, ami a lehető legrosszabb, amit kaphatsz egyébként, akkor ha kiszámoljátok, az egy hét alatt, 7 nap alatt már ott vagy, hogy 14 cent, abból már, hát abból még nem tudsz semmit csinálni, de mondjuk 2 hét alatt már, ami viszont ugye 14 nap, ami azt jelenti, hogy 28 centetek lesz, amiből már tudtok venni, nyújt tudtok nyomni egy kézbetölt, teljesen ingyen, 2 hetente kaptok egy skint konkrétan. De nyilván ez nem 2 hét lesz. Tehát amit látjátok, 4 centet kaptam, viszont hogyha már 4 centet számolok, akkor 5 nap, nem pedig 14, tehát ez bőven nem 2 hét lesz, csak mondtam a legrosszabb esetben. Szóval igazából gyakorlatilag az oldal nagy részét ezzel ki is lőttük, és még egy, itt ugye az inventory, hogyha egyet rámentek az oldalon, akkor itt éritek el az inventory-tokat, ugye itt ez az event tokens, itt a trade war előtt, ez a trade-ban ne jegyetek, meg nem vagyok csaló, vagy ilyesmi, nem, az azért van, mert most lett beállítva a Steam Guard-om. Egy-két napja aztán, ja. Itt ugye a két battle, hát itt elbuktam, ahogy látom. Már lehet nézni, visszanézzük. Nem tudom, különben hány perc megy a felvétel, most nem sietem, mert mindent be akarok mutatni az oldalon. Igen, itt buktam el. 8 centtel többet kapott a gyerek, és ugye ennyi egy két battle lényegében. Az előbb még nem 8 centem volt. Ne idegesítsé fel. Ez levon 40 centet. Vagy ne levon 1 centet, mi miatt az. Na mindegy. Itt meg 0,08-at ér, nem értem. Ugye ez a shard, ez egyébként egy elég jó dolog. Gyakorlatilag ez egy... Hát egy alkatrész. Szóval amikor nyittok ládát, akkor figyeljetek arra, és például vacilátok, hogy most melyik ládát nyissátok, mondjuk ezt a 0,30-asat, vagy 0,60-asat, amit most pont nem látok, de amúgy van ilyen. Mindjárt itt ezt. Például azért mondom, mert ebből a 0,60-asból ilyen sárdok esetnek, amik hát ritka, de hogyha esetleg valaki nem tudja ezt, hogyan működne. Például egy Aquamani Revenge-nek van 4 alkatrészát, amit kb. Hogyha csak ilyen ládát nyitsz, és szerintem nem tudom, nagyon sok láda, de tényleg már nem, minden 50-edik adja be körülbelül egyszer, tehát van 200-250 láda, de most ez nyilván ez nem egy olyan dolog, amit nagyon farmolni kéne, hanem hogyha játszatok az oldalon, akkor lehet, hogy bedob például egy
egy alkatrészt, azt utána észreveszitek, hogy most akkor jó lenne többet nyitni, mert jön az alkatrész, és hogyha összejön 4 Aquamarine alkatrész, akkor ezt ingyen össze tudjátok rakni, és konkrétan nektek ingyen be volt egy alkány. Nyilván nem ingyen be, mert egy csomót buktatok az oldalon, vagy nyertetek, vagy töltöttetek fel, mit is tudom én, de ti úgy látjátok, hogy ez ingyen be volt, mert gyakorlatilag ti ezzel nem számoltatok. Amit látjátok, tényleg én is meg friss vagyok az oldalon, ezzel az akkumtal legalábbis. És gyakorlatilag ennyi. Ennyi lenne az oldal, tehát tényleg srácok, hogyha ki akarjátok próbálni, akkor a leírásban ott a kódom. Ide jöttök a pluszjára, és ide beírjátok azt, hogy Milanking PvP. És 30 centhez nyugtok, hogyha persze még nem aktiváltatok be egy kódot sem, és ezt a Mészpek ládát pont ki tudjátok nyitni, vagy éppen egy ilyen Rebel ládát tudtok kézbetölözni, mert ez kézbetölös láda. Ide jöttök, ilyet nem tudtak létrehozni, nem vagytok prémiumak, azt hiszem, tehát ide jöttök, és join. Ennyi, most meg is nézünk kettő srácot, aki pont ilyenbe kézbetölözik, amit mondtam, megnézzük, hogy ez hogyan megy ez az egész. Nos, amit látjátok, Jakub nyert, és ő most gyakorlatilag 14 centet nyitott, a másik 9-et, tehát ő most 23-at nyert, ennyi. Ennyi az egész, gyakorlatilag ilyen nagyobb értékekből is vannak, amit látjátok, de ezért ebben nagyon beteg dolog, mert most itt érted $130 beraksz, és nem kapsz semmit, az azért haravajú. Még ez a $2 oké nagyjából, meg ez a 3,9-es, bármár én ennyit is sajnálnék rá, mindegy. Szóval így nagyjából ennyi az oldal. Ha esetleg tetszett a videó, és tudtam vele segíteni, akkor használjátok a kódomat, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Hamarosan érkezek egy további videóval. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!